Nagyon sokan azt hiszik, hogy ha egyszer hipnózisban voltak, a hipnózis életük végéig megmarad. Életük végéig hipnózisban lesznek. Nem. Ez nagyon-nagyon téves gondolat. A klienseimet azzal szoktam megnyugtatni, ha elviszem őket hipnózisba, és én szívinfarktusban meghalok, vagy összeesek valami oknál fogva, akkor a bizonyos idő után, mikor már nem hallják a hangomat, a hipnózis átmegy alvásba, és a kliens saját magát ki tudja hozni a hipnózisból. Téves az a gondolat is, hogy a hipnózisban a hipnotizőr titkos dolgokat kérdez ki, például a pint, vagy egyéb más titkos dolgot. Nem, ez nem így működik. És az előbb már említettem, hogy a magyarok mennyire használták a hipnózist. A táltosok. Attila. Különösen Attilának a egész szögös katonái hipnózisban gyakoroltak, hipnózisban lőtték a célt, hipnózisban akarták eltalálni a célt, ezt el is találták, nem csak akarták, amikor bekötött szemmel a tudatalattikra hagyatkoztak, és pontosan a cél közepébe tudták lőni azokat a nyilakat. Aztán ugye, amikor István lett a király, hát azért ezeket a tudásokat, miután ez egy hatalom volt, igyekeztek minden eszközzel kiirtani. Mint ahogy a magyar nyelvet kiirtották, ezeket a szerencsétlen táltosokat iszonyatos, kegyetlen módon meggyilkolták. Mint említettem, hála Istennek, azért teljes mértékben nem tudták a hipnózist Európában kiirtani. És itt szeretném megemlíteni, hogy a franciák nagyon alkalmazták a hipnózist. Balzac, Victor Hugo. Abban az időben a társasági életben borzasztó nagy sik volt a hölgyeket meghipnotizálni. Dickens. Dickensről ugye csak az írói tevékenysége ismert, azonban most szeretnék egy kis pletykát elmondani Dickensről, aki rendszeresen használta a hipnózist, sőt, egy olyan gondolata is volt, hogy teljesen abba hagyja az írással, és csak a hipnózisban élt. Egy nagyon érdekes eset került feljegyzésre Dickensről, amikor a szomszéd hölgyet, aki komoly neurózisban szenvedett, távhipnózissal gyógyította, és a hölgy Rómában volt, Dickensék pedig tovább Dél-Olaszországba kocsikáztak, meghatározott időben távhipnózissal gyógyította a hölgyet, és miután a felesége a kocsis mellett ült a bakon, a feleségét is elvitte transzba, holott ő csak a hölgyet akarta hipnotizálni. Az oroszok az 1920-as években a szülést hipnózisban vezették le. Hipnózisban műtöttek. Számunkra teljesen ismeretlen dolog. És leírja például dr. Völgyesi a könyvében, hogy amikor egy szülés hipnózisban történt, a kismama fájdalom nélkül szült, az anyatej termelése sokkal erősebb volt, sokkal gyorsabb volt, és a babák egészségesek voltak. Jó pár héttel ezelőtt egy newsletterben nagyon érdekes információt kaptam egy bizonyos Rajkov nevezettű pszichoterapeutáról, aki a 70-es években a hipnózist alkalmazta, hipnózissal érte el azt, hogy a zsenik még jobban zsenik lettek, még jobban a saját területöken brillírozni tudtak. A technika a következő. Valakinek van valami képessége, amit tovább szeretne fokozni, vagy éppen úgy érzi, hogy valami tehetsége van, de ez még nem jött föl a napvilágra, a terapeuta elviszi ezt a klienst egy mély transz állapotba, és a tudatalatti segítségével ezt a képességet a felszínre hozza, illetve a meglévő képességet még jobban fokozza. Ezt többször megismétli, az illető ezt a képességet, ezt a zsenialitást állandóan vizualizálja, önhipnózissal még jobban a felszínre hozza, még jobban meg tudja valósítani ezt a csodálatos dolgot,
és egy óriási zseni lesz belőle. Képzeljük csak el, az oroszok például a nyelvet hipnózisban tanulják. A második világháborúban, amikor a kémek voltak, és átdobták az oroszok a kémet az angolokhoz, vagy az amerikaiakhoz, vagy a franciákhoz, minden tökéletesen beszélték a nyelvet anyanyelvi szinten, amikor az illető megtanulta azt a nyelvet, akcentus nélkül beszélte, hogy lehetséges ez. Én kinn élek több mint 30 éve Németországban, de a német nyelvet, ha bár nagyon jól beszélem, mégis egy magyar akcentussal beszélem. Ők viszont egy-két év alatt úgy megtudták a nyelvet, az idegen nyelvet tanulni, hogy akcentus nélkül beszélték. Hogy létezik az? Valaki, fiatalember, kint, egy év alatt orosz, egy év alatt úgy megtanul magyarul, hogy akcentus nélkül beszél, senki nem mondaná meg róla, hogy nem magyar származású. Hipnózis. Hipnózis a megoldás. Hipnózissal minden elérhető. És én nagyon-nagyon remélem, hogy ezzel az ismeretterjesztő filmmel segítséget tudok nyújtani ahhoz, hogy ez a hipnózis valóban elérje azt a megérdemelt helyet, amitől megfosztották. Hiszen érdemtelen volt. Ha hipnózisban vagyok, tudok hipnotizálni, tudom a célomat, el tudom érni a célomat, akkor egy boldog ember vagyok. Nagyon sok technika lehetséges, de egyetlen az igazi technika a hipnózis. A hipnózisban saját magamat meg tudom gyógyítani. Hipnózisban el tudom élni a célomat. És egy különös érdekes technikára szeretném most fölhívni a figyelmet, a testsúlynak a csökkentésére. Sajnos Magyarországon nagyon-nagyon sok a túlsúlyos ember, és gondolom, hogy ezek az emberek a diéták sorozatát próbálták ki, és nem működik. Diéta abbahagyása után jön a jó-jó effekt, és többet szed fel az ember, mint amit eredeti súlya volt, illetve leszeretett volna adni. Viszont akkor, ha hipnózisban ez a mentális programozás megtörténik, át tudja magát programozni, a test reagál erre a programozásra, a kilók elolvadnak, és az illető eléri a célját. Csodálatos effektus, és tart. Nem kell attól félni, hogy most jön egy jó-jó effekt, és visszaszedek 30 kilót, mikor sikeresen 20 kilót le tudtam adni. Nagyon fontos megemlíteni még a stressz levezetésében. A hipnózis, önhipnózis óriási segítséget tud nyújtani. Most egy kicsit rémisztő lesz, amit mondok. Magyarországon a statisztikák szerint naponta 200 ember kísérel meg öngyilkosságot. Iszonyatos szám. Miért? Stressz, kilátástalanság. Egyedül a hipnózis tud segíteni. A stressz levezetésében, a management tréningben, a teamworkben hipnózis nélkül lehetetlenség célt elérni. Tudatos szinten mondom, oké, ezt meg tudom valósítani. 2-3 napig teljesen lelkes vagyok. De akkor, amikor tovább kellene lépnem, akkor mindig ott van az a gát, ami a tudatalattiban van. Hallgathatok én nem tudom milyen beszédeket, micsoda motivációs előadásokat. Addig, amíg ezek a blokkok, ezek a barikádok, ezek a gátak a tudatalattiban nem kerülnek feldolgozásra, eloszlatásra, nem tudom a célomat megvalósítani. Mi gátol meg engem? A félelem. A félelem az halálos. Ezt a szószoros értelemben mondom. A tudatalatti elhiszi azt, amit én gondolok. Nem tud különbséget tenni, hogy az a realitás, vagy csak egy elgondolás. Mindent kivitelez. Ha arra gondolok, hogy most ez is ez fog félelem bekövetkezni, valami negatívum, biztos, hogy be fog következni. Mert a tudatalatti a gondolatnak eleget tesz. Halálhoz vezethet. Valaki bezártak egy mélyhűtőkocsiba.
kívülről becsapták rá az ajtót. Teljesen megijedt. Hú, mi fog most történni? Előszedett egy darab papírt, fölírta az utolsó gondolatait. Másnap reggel, amikor kinyitották az ajtót, ez a szerencsétlen ember ott feküdt holtan a kocsiban, fagyhalál következtében, holott az agregátor nem volt bekapcsolva. Félelmében nem vette észre, hogy az agregátor nem is működik. Félelme a fagyhalálra irányult, tudatalatti kivitelezi. A félelem megszüntetése nagyon gyorsan lehetséges a hipnózisban. Fóbiák megszüntetése. Volt egy paciensem 16 éve, rettenetesen félt a madaraktól. 3 ülés alatt meg tudta magát szabadítani a fóbiájától, utána egy képet küldött a Kanári-szigetekről, hogy a kakadó a vállán ül. Csak a hipnózisban lehetséges. 2 eshetőség van. Vagy én irányítom a gondolatomat, vagy a gondolatok irányítanak engem. Tudatalatti a hipnózis segítségével meg tudja szüntetni azt, hogy a gondolatok irányítsanak engemet. És odáig jutok, hogy én irányítom a gondolatomat. Egy nagyon szép történetet szeretnék még elmondani, majdnem befejezésképpen. Volt egy nagyon-nagyon bölcs ember, aki arról volt híres, hogy minden kérdésre választ tudott adni. Fiatal gyerekek, na majd mi próbára tesszük az öreget, hogy valóban olyan okos-e, mint amit mondanak róla. Elhatározták, hogy fognak egy madarat. És a kezükbe tesznek hátra, hátuk mögé ezt a madarat. Megkérdezik az öreget, hogy ez a madár életben van-e, vagy már döglött. Ha azt mondja, hogy életben van, akkor hirtelen kitekerik a nyakát, és megmutatják, hogy döglött a madár. Ha azt mondja, hogy döglött, akkor kiengedik a kezekből a madarat, a madár el tud repülni. Így is tettek. Fogtak egy madarat, és hátuk mögé tették a kezüket, és mentek az öreghez, és megkérdezték, hogy na öreg, a madár életben van-e, vagy meghalt? Az öreg a következőt válaszolta, ez tőled függ. Minden tőled függ, hogy mit csinálsz az életedben. Van-e bátorságod arra, hogy ki lehet próbálni a hipnózist? Azt mondta, hogy igen, megtanulom, és az életemet ezáltal meg tudom változtatni. Nincs csodálatosabb dolog, mint a hipnózis. Igen, tudom, ezt nagyon-nagyon könnyű mondani, hiszen én nagyon sokszor voltam már hipnózisban, de én tudom, hogy miről beszélek. És azok a klienseim, akik elmentek transzba, először nagyon féltek, és amikor visszahoztam őket, akkor mindenki azt mondta, hogy ez ilyen csodálatos, milyen butaság volt félni. Egy olyan lehetőség a hipnózis, aminek határa nincs. Még egyszer leszeretném szögezni, hogy a hipnózis nem csak az orvostudomány használhatja föl. A hipnózis felhasználási területe sokkal, de sokkal szélesebb, mint az orvostudomány területe. Egy cél megvalósítás, egy lámpaláz nem tartozik az orvosi tevékenység körébe, viszont az embernek az életét teszi könnyebbé. Bárki meg tudja tanulni a hipnózist. Felhasználhatja. 2007 óta oktattuk férjemmel a hipnózist. Nagyon sok ember megtanulta a tanfolyamainkon a hipnózist. Azok között voltak mérnökök, közgazdászok, háziasszonyok, diákok, akik az életüket megváltoztatták. Volt egy olyan hölgy, aki a hipnózis hatására 50 éven felül tanult meg úszni. Egy másik ember a hipnózis hatására kezdte el a cégét alapítani, megalapította, és most Magyarország egyik legnagyobb cégévé fejlődött ki. Hála a hipnózisnak. Egy háziasszony rengetegszer föl tudja használni a hipnózist. Egy mérnök. Nyilván egy mérnök nem fog gyógyítani, viszont a saját területén a tudatalatti hatalmát nagyon fel tudja használni.
közgazdász. És amit még mindenképpen meg kell említenem, az a sporthipnózis. Nyugaton minden nagyobb sportolónak hipnoterapeutája van. Én csak Federerről szeretnék beszélni, aki hipnózisban vizualizálja, hogy hogyan kell az ütőt jobbkezesnél vagy balkezesnél tartani, milyen szögben, ha jön a labda, hogy kell neki visszaütni a labdát. Nem hiába ért el ilyen eredményeket. De nem csak az egyéni sportnál, a csapatsportnál is csodálatosan lehet használni a hipnózist. Hogyan működik együtt a csapat? Nyilván, hogyha valaki kiáll egy versenyre, előtte egy óriási stresszben van. Hogyan tudja ezt a stresszt redukálni? Hogy aztán a csapat ténylegesen együttműködjön. Atléták. Láttam egy nagyon érdekes filmet, amikor az atlétának beszugerálták, hogy amikor csettint egyet a kezével, akkor gepárd lesz. A gepárd tud a legtávolabbra ugrani. Egy jó középszintű atléta volt, és ezzel a technikával Európa-bajnokságot nyert. A hipnózis a sportban, minden sportágban föl lehet használni. Nyugaton, mint említettem, egy európai vagy világszínvonalú felkészítés elképzelhetetlen hipnózis nélkül. Erről szeretném most a könyveimet írni. Egyáltalán Magyarországon még ilyen jellegű hipnózis könyvek nem jelentek meg. Remélem, hogy lesz annyi időm, hogy az év végéig sorozatban meg tudom jelentetni ezeket az eltervezett könyveket, hogy végre Magyarországon is a hipnózis elérje azt a megbecsült helyet, ahova tartozik, nem pedig megjegyzések. Az emberek nem tudják, hogy miről írnak megjegyzést. Jó, tudom, Thomas Mann a Marió és a varázslóban írta a hipnózisról, de amit Thomas Mann csinált, az is hipnózis volt. Nem tudta, hogy milyen az igazi hipnózis. Félrevezette az embereket. Nem az a hipnózis. A hipnózis egy csodálatos dolog, és én nagyon-nagyon remélem, hogy Magyarországon ismét el fogja érni azt a gyönyörű helyet, azt a megbecsült állapotot, ahova a hipnózis tartozik.